A Pancsovai Gazdasági Bíróság szeptember 10-ére halasztotta a pancsovai műtrágya gyár csődeljárási tárgyalását a szociális program végrehajtásának kérése miatt. A múlt héten viszont a dolgozókkal mégis aláíratták a felmondásról szóló nyilatkozatot, miután mindenkinek kifizették a végkielégítést. Ennek összege a gyárban eltöltött munkaévektől függött. A legutóbbi utasítás, vagyis a jelentés szerint az összes munkás a gyárból kikapta a munkakönyvét, kinek esélye van nyugdíjra, az elmehet nyugdíjba, aki pedig mind mennek a munkakamarára, kell jelentkezzenek, hogy azután, hogy vissza fogják-e hívni őket, ha meg fog indulni a gyár, de hát sajnos a munkások nem tudnak semmit. Habár a gyárban nincs termelés és hivatalosan mindenkinek megszűnt a munkaviszonya, mégis vannak, akik dolgoznak, nyilatkozta az üzem önálló szakszervezetének elnöke. A trenutno u fabrici radi oko 100 do 150 radnika, jel moraju da rade, takav je proces bioproizvodnje i ne može fabrika da ostane bez njih, znači kompletno obezbeđenje, ljudi koji dežuraju po pogonima, imamo skladište amonijaka koje treba da se obezbedi, tako da je oko 100 do 150 ljudi trenutno radi u fabrici. Azt szeretnék elérni, hogy a csődeljárás elmaradjon, habár erre nincs sok esély. Uveravanja i vlade i radne grupe gdje je sindikat odlazio je da Azotara neće biti livada i da će da se pokrene proizvodnja, da se proba naći strateški ili prodaja iz stečaja. A szakszervezet azt szeretné, hogy csődeljárás nélkül találjanak megoldást, hiszen bizonyos gyárak kaptak egy második esélyt, de számukra még nem tették lehetővé.